Délután ünnepélyes keretek között mondtak köszönetet a karcagi Kátai Gábor kórház dolgozóinak. A hagyományos eseményen számos elismerést adtak át. Lakatos Linda intézeti főgyógyszerész köszöntötte a megjelenteket, majd Hubai Imre a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke tartott beszédet. Az elmúlt hónapokban én úgy érzem, hogy méltó módon terelődött az egészségügyre a figyelem. Méltó módon domborodott ki az a nagyság, amit az egészségügyben dolgozottnak köszönhet a magyar társadalom, az emberiség, de különösen most a magyar társadalom, és a helyi társadalom, hiszen Jász-Nagykun Szolnok megyében, így a karcagi járásban is a minimálishoz közelített a fertőzések száma, és az annak is volt köszönhető, hogy nem csak az emberek fegyelmezettek, és az orvostársadalom, az ápolók, és mindenki, aki az egészségügyben dolgozik, nem csak önök fegyelmezettek, hanem egy olyan egészségügyi ellátórendszer működik, amelyet bár sokan támadnak, és sokan kérdőjelezik meg az alkalmasságát, vagy a hatékonyságát, erre pont önök cáfoltak rá, hogy nincs így. Pont önök cáfoltak arra rá, hogy bármilyen nehézség ellenére ne lehetne mégis magas színvonalon üzemeltetni egy ilyen egységet, mint a karcagi kórház. Elismerően szólt a karcagi kórház működéséről, valamint az itt végzett munka színvonaláról dr. Suba László, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont térségi igazgatója. Itt az alkalom, hogy megköszönjem önöknek a Covid járvány idején azt a különös áldozatkészséget és azt a nagy-nagy erőbedobást és munkát a magyar állam nevében is, amit önök tanúsítottak, ha bár itt Karcagon a kezdet-kezdetén volt némi feszültség a dologban, de azt azért sikerült jól elsimítanunk, és önök pontosan ugyanolyan kiválóan tették a dolgukat, és mint bárki más az országban, és ugyan annak köszönhető ez a jó eredmény, hogy itt sem fordult elő nagyobb számban fertőzés. Ennek a megbecsülésnek, ennek a köszönetnek a egyik formája a nagyon-nagyon fontos erkölcsi megbecsülésen kívül az az 500 ezer forintos egyszeri juttatás is, amit a magyar kormány ennek a köszöneteképpen, ennek az ellentételezéseképpen már eljuttatott önökhöz, meg kellett, hogy ezt kapják. Sári Kovács Szilvia alpolgármester is köszöntötte a dolgozókat. Az elmúlt hónapok bebizonyították, hogy mekkora szükség van az egészségügyére, és mennyire megváltozik az életünk, hogyha egy picit korlátozva vagyunk. Nem mehetünk annyiszor vizsgálatra, olyan vizsgálatokra, amik esetleg éppen aktuálisak lettek volna. Szűrővizsgálatokat kellett elhalasztani, és bizony-bizony fájó fogak is vártak a sorukra, hiszen a vírus okozta a helyzet, az bizony nagyon sok mindenkit karanténba kényszerített. Mi ugyan biztonságban voltunk a kis karanténos elzárásunkban, nagyon sok mindenkinek jól is esett egyébként, de én úgy gondolom, hogy az igazi hősök azok a dolgozók, akik minden nap kijöttek, elmentek dolgozni, és tették a dolgokat ugyanúgy, ahogy minden hétköznapon tették, illetve minden hétköznapon és minden ünnepnapon tették. Igazi elismerés illeti őket, és azért vagyok nagyon boldog, és azért örülök nagyon, hogy ez a vírus helyzet ennyire oldódott, hogy ezt meg tudjuk ünnepelni, és meg tudjuk nekik köszönni, és nem egy olyan vírus okozta állapotban vagyunk még mindig, hogy csak online, esetleg távoli üzemmódban tudjuk a köszönetünket kifejezni feléjük. Nagyon fontos, hogy most itt együtt lehettünk, és láthattuk azokat az embereket, akik értünk betegekért, illetve egészségesekért, nagyon sokat tesznek nap mint nap. Végzik a munkájukat, és nem csak szakmai tudásokat adják hozzá, hanem szívüket, lelküket, mindenüket beleadják a gyógyító munkába, hiszen ez csak így lehet eredményes. Egy orvos, egy ápolónő csak úgy tud igazi eredményes munkát végezni, hogyha nem csak a testtel, hanem a lélekkel is foglalkozik. És valljuk be őszintén, amikor egy elesett embert, vagy nagyon-nagyon sérült embert látunk, bizony ez a legnehezebb feladat. Ezért is gyönyörű, és egyben nehéz ez a hivatás. Nagyné László Erzsébet főigazgató köszönte meg a kórház dolgozóinak áldozatos munkáját. Úgy gondolom, hogy ez a kórház és az itt dolgozók, akár most a 630 dolgozó mind itt lehetne, mert mindenkit köszönet illetne ezért a munkáért, amit itt fel nem készült kihívásnak eleget tudtunk tenni, hiszen összefogtunk, és úgy a szakdolgozók, mint az egészségügyben dolgozó, kisegítő dolgozók, szakorvosok segítségével sikerült ezen a veszélyhelyzeti időszakon túl lennünk. Nyilván
járványügyi készültség alatt folytatjuk a munkánkat, és hát nehogy Isten előfordul, hogy még egyszer visszaforduljon ez a vírus, vagy másmilyen vírus, akkor úgy gondolom már sokkal jobban fel vagyunk készülve, és tudjuk, hogy ki hova pakol egyik napról a másikra, és nem okozott gondot, hogy ahogy igazgató úr mondta, térségigazgató úr, hogy nem volt húsvét, nem volt március 15-e, nem volt pünkösd, május 1-e. Tehát ezeket az ünnepeket úgy gondolom, hogy mindannyian itt töltöttük, együtt töltöttük, és mindannyian a betegekért voltunk, és minden munka ezt tükrözte. Bődi Szilvia ápolási igazgató megemlékezett az anyák megmentőjéről. Semmelweis Ignácról és a kórháznak a betegektől érkezett köszönőleveleket olvasta fel. Majd jutalmakat, elismeréseket adtak át. Karcagváros önkormányzata egészségügyi és szociális díját az alpolgármestertől Horvátné Vas Erzsébet ápolási igazgatóhelyettes vette át. A kátai emlékplakettet a főigazgató dr. Kapusi Lajos főorvosnak és Andrássyné Köntés Gabriella patológiai szövettani asszisztensnek adta át, majd többen igazgató testületi oklevelet és 20-30-40 éves jubileumi jutalmat vehettek át a kórház és a megyei szakmai vezetőtől. A délután kerti partival folytatódott, ahol osztályok közötti főzőverseny is zajlott.